A Duna Régió Vízi Turisztikai Szövetség 2012-ben alakult a Duna Régió fejlesztésére. Céljuk többek között a gyerekek és a családok számára elérhetővé és használhatóvá tenni a folyó több mint 400 kilométeres magyarországi szakaszát. Programokat szerveznek, vízi kultúrházak kialakításán dolgoznak az egykori gáttörházakban, vízcsöppek elnevezésű mozgalmuk célja pedig a közösségépítés. Szeretnénk, hogyha itt ez a Dunának ez a középső része, Dunaföldvártól egészen Lekalocsáig, ennek a bizonyos általunk kiírt szakmai programnak, a vízcsöppek mozgalomnak az egyik állomása lehetne. És ennek keretében ugye a szakmai, vízi, turisztikai szakmai oldalát, illetve a szakmai dolgokat szeretnénk megosztani a települések vezetőivel. Ezzel az ötlettel keresték fel Kalocsa és Paks turisztikai szakembereit, akik tájékoztatóra hívták a Dunaföldvár és Fat közötti Dunaszakasz jobb és bal partján fekvő városok és falvak polgármestereit. Azért hívtuk össze a településeket, hogy a szövetség által létrehozott programhoz közösen tudjunk csatlakozni, és a közös munka eredményeként sikeres pályázatok segíthessék régiónk Dunaparti szakaszának fejlesztését, tájékoztatott Cink Dóra. Első körben szerettük volna, hogyha ezek a települések tisztában vannak arra, azzal, hogy pontosan a szövetségnek milyen programja van, és a következő legfontosabb lépés, amit rövid időn belül szeretnénk megtenni, az az, hogy összegyűjtsük a településeknek azokat a turisztikai fejlesztési terveit, amik esetleg már megvannak, pályázatra várnak, vagy pedig egyszerűen, hogyha valamilyen szakmai segítségre szükségük van turisztikai téren, vízi turisztikai téren, akkor tudják azt, hogy kihez lehet fordulni. A rendezvényen részt vett Kozman György, sportért felelős helyettes államtitkár is, aki szerint látható fejlődést és jelentős fejlesztéseket hozhat a partnerek számára ez az együttműködés. A mai pályázati rendszer az együttműködésekre, hálózatokra van kitalálva, vagy ezeket mindenképpen előnyben részesíti, konzorciumi pályázókon, stb. Ennek nyilván megvannak az okai, hogy miért erősebb egy ilyen típusú vagy ilyen irányú fejlesztés. Itt is azt gondolom, hogyha egy Paks környéki Duna szakasznak a fejlesztéséről beszélünk, mindenkinek érdeke az, hogy közös erőfeszítések árán egy teljes szakaszban valósuljanak meg ezek a fejlesztések. Paksnak évek óta van vízi turisztikai kínálata, melynek bővítésén folyamatosan dolgoznak. Erről Süli János polgármester beszélt a rendezvényen. Mint azt elmondta, elkészült a városi csónakház, melyet a Ladik Egyesület működtet, és amelyhez hamarosan csónakleeresztőt építenek. Ezen a területen további fejlesztéseket is tervez az önkormányzat. Fölajánlottuk az MVM-nek, Paks 2-nek, hogy azt a területet mi fölvásárolva szeretnénk a lehető legtöbb létesítményt hozza ki az erőm oda, mint látogatóközpont, oktatási központ, és akkor a múzeum, akkor azzal azt a területet meg lehetne úgy lendíteni, hogy akkor már egyébként éttermet és vendéglőt is erre a forgalomra, hogy ott oktatási központban is több száz ember van per nap, szimulátoron is, hogy akkor az már meghúzna azt a területet úgy, hogy lehetne fejleszteni. Süli János azt is elmondta, hogy már zajlik a Dunakorzóhoz tervezett új vízi színpad közbeszerzési eljárása, ami hajókikötőként is működik majd, és ez idén el is készül. Közben elkezdődik a Dunapart Erzsébet nagyszálloda alatti szakasza burkolatának felújítása. Ha a települések úgy ítélik meg, hogy érdemes csatlakozni a szervezethez, akkor két hónapon belül alá lehet írni a szerződést, hangzott el a találkozón.